Phil Williams tudta, hogy a használt autó üzletben a jó hírnév minden. És hogy az őszinteség és a becsületesség alapvető feltétel. De volt idő, amikor bármit megtett volna azért, hogy eladjon egy autót. Igazából a pénz volt az istenem. Olyan sokat akartam belőle, amennyit csak lehetett. Aztán 2006-ban Phil és felesége Christina átadták az életüket Jézus Krisztusnak. Megtanultak bízni Istenben, és elkezdtek tizedet fizetni. Számunkra ez egy teljesen természetes dolog volt. Úgy éreztük, hogy ezt meg kell tennünk. Phil belátta, hogy korábban rosszul állt hozzá a munkához. Óriási bűntudatom volt. Éreztem, hogy ez így nem helyes, nem folytathatom így tovább. Inkább akartam az Úrral járni, mint azon az úton, amelyen addig. Phil elhatározta, hogy otthagyja az állását, de a teljesítménye annyira alacsony volt, hogy erre már nem is volt lehetősége. A főnököm behívott, és kirúgott, mielőtt felmondhattam volna. Amíg azon gondolkodott, hogyan tovább, alkalmi munkákat vállalt, és otthon maradt kislányával. Christina, aki addig otthon dolgozott, visszament ápolónőnek teljes állásba. A bevételük jelentősen visszaesett, viszont a tizedet továbbra is fizették. Minden egyes hónapban Isten megsegített. Matematikailag ez nem volt megmagyarázható, hiszen az az összeg, amire szükségünk volt a számlák kifizetésére és a tizedfizetésre, egyszerűen nem volt elég. De tudtuk, hogy Isten mondta, hogy fizessünk tizedet. Úgyhogy fizettük. Közben Phil iránymutatásért imádkozott. Azt kértem, hogy Uram, kérlek, mutasd meg, mit akarsz, hogy mit tegyek? Készen állok. Aztán egy csendes hang azt kérdezte belül, te mit szeretnél csinálni? Hogy mit szeretnék? Egyszerűen csak gondoskodni a családomról. Pár hónappal később Phil egy korábbi kollégája, aki szintén keresztény volt, felvetette, hogy kezdjenek közös vállalkozásba. Megegyeztek, hogy pénzügyeiket Isten útmutatásai szerint fogják intézni. Tudtam, hogy így garantált a siker. Mindkettőnknek volt tapasztalata, tudtuk, hogy mit csinálunk. Ő is tizedfizető volt, és én is. Havi 15 autó eladásával indultunk, és ez fokozatosan növekedett a jelenlegi szintre. Most már havonta átlagosan 40 autót adunk el. Később elkezdtek adakozni a CBN-nek is. Szeretek adni az Operation Blessing szervezetnek. Tudom, hogy a pénzem jó helyre megy, életeket ment. Az emberek az evangéliumot hallják, és a szükségeiket betöltik a pénzemmel. Nemrégiben terjeszkedni kezdtek. Phil szerint a jelen már nem a pénzről szól, hanem a bizalomról Isten felé és a neki való engedelmességről. Én mindig imádkozom, hogy Isten mutassa meg nekünk, hogy mit tegyünk a pénzünkkel. Abban a völgyben, amin végigmentem, az Úr megtanította arra, hogy az anyagiakat az ő szemén keresztül lássam. Ha az ember az ő szemén keresztül látja az anyagiakat, akkor nem tévesztheti el az irányt.